Kedves testvérek, a januárra-februárra összeállított sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk el. Ebben az időszakban, ebben a két hónapban olyan bibliai történeteket kerestem ki az Ószövetségből, amelyekben a kenyér, az asztal, az étkezés valahol előjött. Egészen furcsa szituációk voltak, amikor József megvendégelte a testvéreit, vagy Ábrahám a hozzáérkező idegeneket, vagy amikor az oltárra helyezték az áldozati kenyereket, vagy az áldozati kenyereket Dávid elfogyasztotta az oltárról, amikor menekült Saul haragja elől. Így érkeztünk el ahhoz a bibliai történethez, amely királyok könyvében található, és amely Illés próféta történetének egy epizódja. Hogy áruljam azt el, hogy az ószövetségi proféták közül úgy a legközelebb talán Illés áll a szívemhez. Sok mindenben azt felfedezem, azokat az emberi vonásokat, amely a lelkészi szolgálatomban jelen vannak, erről majd szólni is akarok, és annak idején, amikor még Bakony-Csernyén szolgáltam, akkor Illés profétáról egy 12 énekből álló ilyen zenés, könnyűzenés oratóriumot állítottunk össze fiatalokkal, és így tulajdonképpen nagyon-nagyon a szívünkre helyeződött az ő története. Illés proféta természetesen nem csak a Ószövetségben bukkan elő, hanem az Új Szövetségben is, és erre is szeretnék majd utalni később. Áháb korában, tehát abban az időben volt ő Izrael profétája, és ez hangsúlyos, hogy Izrael profétája, az északi országrész profétája, amikor az ország már ketté szakadt, és ugye az ország addig volt egységes, amíg Saul, Dávid és Salamon uralkodott, és Salamon uralkodása után két részre szakadt Izrael, az északi rész maga volt Izrael, és a déli rész, ahol a templom is állt, Jeruzsálem is állt, pedig Júda. Az északi ország rész az szabadabb, hogy mondjam, vallásilag szabadabb utat járt, mert a szentély az nem ott volt az ő területükön, és állítottak ugyan föl szentély, de azért nem vették annyira, mondhatnám így, annyira komolyan, vagy annyira szigorúan, hogy ott van, jelen van az életükben az Isten, és az északi ország részben az uralkodók is, olvashatjuk az Ószövetségben, nagyon sokszor eltértek az Úr akaratától. Így volt ez Áháb király idejében is, aki egy pogány királynőt, Jezábelt vett feleségül, Jezábelt vette feleségül, és Jezábel vallását kezdte a nép körében is propagálni, és a Baál, babiloni vagy kánoáni istenség előtt hódoltak. A történet maga eléggé változatos. Illés először ugye megjövendöli, hogy nem lesz eső, nem lesz harmat mindaddig, amíg pogány és bálvány isteneket imádnak az emberek, míg meg nem térnek, és elmenekül az országból, Sareptába menekül, ahol egy özvegynél van szálláson. Ezt a történetet is ide emelhettük volna, hisz ott a olajos korsó nem fogyott ki, és a lisztes fazék nem ürült ki. Mindig megadta az Isten a szükséges gondoskodást a sareptai özvegynek, hogy Illést is táplálni tudja. Aztán amikor Áháb erősen kerestette Illést, akkor Illés visszament Izraelbe, és a Kármel hegyére hívta a Baál papokat, ahol egy úgynevezett Isten ítéletben mutatta meg, hogy ki az Úr a háznál, ki Izrael istene. Ez egy áldozat bemutatás volt, a pogány papok áldozat halma nem gyulladt meg a Isten Illés által rakott Isten számára szánt áldozó halom viszont meggyulladt, pedig vízzel is körülöntötték, és amikor ezt látta a nép, akkor az Isten imádatára indulva, hát egy durva cselekedet volt, a mai szemmel ezt nem tudjuk megérteni, hogy kiírtják a Baál papokat, és miután ez megtörténik, akkor megjön az eső, és esni kezd végre, hosszú-hosszú szárasság után.
És innét folytatódik egészen érdekesen Illés útja, ezt a részt olvasom, Királyok első könyvének 19. fejezetéből, amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, mármint itt a pogány prófétákról van szó, megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt. Felkerekedett és ment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy reketye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bár csak meghalna. És így szólt, elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Aztán lefeküdt, és elaludt a reketye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Ez az ige vezet aztán el bennünket a Hóreb hegyéhez, ahol, és ezt megint csak vázlatosan mondanám el, az Isten megmutatja magát Illésnek, de nem a tűzvészben, nem a földrengésben, nem a szélviharban, hanem a csendes halk fuvallatban jelenik meg az Isten. Csodálatos üzenet ez, hogy nem a látványos pusztulásokban, hanem az éltető szellőben van jelen az Úr. De most visszatérnénk erre a közjátékra, hogy Áháb haragja, illetve Jezábel haragja elől menekül Illés. Mondhatnám így is, hogy ez a történet összeköti Kármel hegyét a Hóreb hegyével. Kármel hegye az északon van, Hóreb hegye pedig a sínai félszigeten, hosszú, nagy távolság van a két hegy között, amit Illésnek meg kell tennie az útba, valójában nincs is hozzá igazán ereje. Illés menekülni kezd. Nagyon érdekes, hogy ő, aki eddig megtapasztalta az Isten hatalmát, azt, hogy az Isten megtartja minden körülmények között, ebben a helyzetben elfut Jezábel haragja elől, mondhatnám így is, hogy menti az életét, de miközben menti az életét, egy olyan fáradtság tör rá, amelyet nem lehet másképp nevezni, mint mai szóval burnoutnak, vagy kiégésnek, nem lehet másképp nevezni, mint egyfajta ilyen depresszív vonásnak, egy olyan vonásnak, amikor azt mondja, hogy elég már. Én azt hiszem, hogy mindannyian ismerhetjük ezt az érzést. Sokszor mondhattuk ki, amikor nagyon sok dolgunk volt, és minden terhet ránk pakoltak, akkor éreztük azt, hogy azt mondjuk, hogy elég már is, már meghalni van kedvünk, már odadobni minden. Ismerhetjük ezt az érzést akkor, amikor nagyon-nagyon hosszú ideig húzódik valami, mint például ez a járvány is, hogy már elég van, elég belőle, és már nem bírjuk ennek a terhét, hogy emberek nélkül, hogy közösség nélkül, hogy éneklés nélkül, hogy úrvacsora nélkül vagyunk együtt, és így tovább, és talán így sóhajtunk mi magunk is, hogy elég már. Megdöbbentő az, hogy egy ilyen történet itt van a Bibliában. Biztos, hogy ez is segít bennünket abban, amit Luther Márton is átélt és megtapasztalt, hogy az Ószövetség emberei ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Rádöbbenhetünk arra, hogy ahogy mi magunk elfáradunk a terhek hordozásában, vagy egy-egy nehéz helyzet elviselésében,
ugyanúgy egy próféta is, egy szent ember, egy választott ember is elfáradt. Mondhatnám azt is, hogy hát ő is emberből van. Ő is ugyanúgy érez, ugyanúgy átéli a félelmeket, a kudarcokat, az üldözöttséget, azt, hogy neki menekülnie kell, és ugyanúgy vágyódik arra, hogy talán jobb is lenne, ha nem élnék, és megpróbál elaludni. Ugye érdekes ez az alvás motívum. Van egy másik proféta is, aki alszik. Jónás profétára gondolok. Ő menekül az Úr elől, és a hajó mélyén elalszik. Mert az alvásban, mint egy ideglenes halálban, az ember úgy érzi, hogy megszűnik körülötte a világ. Sokszor van így, hogy a félelmeink miatt belemenekülünk az alvásba, mert nem akarunk szembesülni a valósággal. Akárhogy is, nem csak a fizikai fáradtság, nem csak az élet normális ritmusa vezet bennünket az alváshoz, hanem sokszor éppen a félelem, hogy üldözöttek vagyunk, hogy valami bánt bennünket, hogy valaki meg akarja keseríteni az életünket, és ezért bele menekülünk az alvásba. Így van tehát Illés próféta. És akkor ott, miközben a reketye bokor alatt alszik, nem mondom azt, hogy az igazak álmát alussza, mert az igazak álma az édes álom, de ő bár igaz ember volt, de mégis úgy aludt, hogy ott a félelem és a rezignáltság határozta meg az alvását, ott az álomban megérinti Isten küldötte, megérinti az angyal, a küldött, a követ, és lángost kínál neki, és vizet kínál neki, kelj föl és egyél. Kelj föl és egyél. Ez a szó, ez tulajdonképpen egy első bátorítás. Aztán utána Illés még mindig nem tudja összeszedni magát. Én azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük azt, amikor az ember az első ébredés után még visszaalszik. Különböző helyzetek vannak ilyenek. Mi például teológus korunkban, hagyj meséljem ezt, kicsit viccesen megalakítottuk a teológus otthonban a Weiterschlafen klubot, ami azt jelentette, hogy fölkeltünk a reggelihez, bementünk a reggeli áhítathoz, aztán visszamentünk a szobánkba még egy kicsit aludni. Hát sose árt az bepótolni a vizsgaidőszak alatt azt, amit éjszaka elmulasztottunk. Tehát mindenki ismeri azt, hogy milyen ez a visszaalvás, mert van, amikor az ember úgy ébred föl, hogy nincs meg az ereje a továbblépéshez, és az angyal fölébreszti újra Illést, és újra azt mondja, hogy kelj föl, egyél, de itt már valami mást is mond, hozzáteszi azt is, hogy azért kell fölkelned, mert egy út áll előtted, és nem is akármilyen út. Erőn feletti út van előtted. Számomra ez nagyon izgalmas, hogy Isten szolgálja, aki elfáradt, aki megijedt, aki kiégett, aki átéli a burnout szindrómát, szinte depressziós lesz, az egyszerűen isteni bátorításra szorul újra. Sokat tusakodott, hadakozott ő a gonosszal szemben, a bálványimádással szemben, de az ereje elfogyott. Kifogyott az energiája, kiürült a energiatankja, és ott ő alvással akarja föltölteni, ha egyáltalán föl akarja tölteni, mert azt mondja, hogy jobb is lenne meghalni, de az angyal tölti föl igazán kenyérrel és vízzel és küldetéssel. Kenyérrel, vízzel és küldetéssel. És ebből a történetből azért azt is láthatjuk, hogy azok, akik Isten ügyéért tesznek, és Isten ügyéért fáradoznak, azoknak is lehet olyan az életében, hogy elfáradnak és kimerülnek, hogy rájuk törhet a fölöslegesség érzés, hogy rájuk törhet az, hogy hiába minden szó, hogy milyen minden cselekedet, hadakoztam már eleget, jobb lenne félreállni. Sokféle kifáradás van. Ugye ezt tudjuk, hogy egy fizikai fáradtságot az ember fiatalabb korában még könnyen, de idősebb korában nehezebben, de ki tud pihenni. Pihenni kell, a lábat kell pihentetni, aludni kell, és utána egy kicsit regenerálódtunk, és már megyünk tovább.
a szellemi fáradtságot is viszonylag könnyű kipihenni, hogyha az ember tudja azt, hogy a szellemét, a eszét, az agyát hogyan tudja frissen tartani, és hogyan tudja megőrizni attól, hogy ne legyen túlterhelve. A lelket azonban sokkal nehezebb felüdíteni. Sokszor éppen ez a legizgalmasabb kérdés az életben, hogy hogyan tudnánk a lelkünket felüdíteni. Elfáradunk, ellankadunk, ahogy próféta mondja, hogy még az ifjak is elfáradnak, és ezt hiszem és vallom, és látom is hitoktatás körülbelül, egy 7.-8. gyerekek is olyan rezignáltak tudnak lenni ebben a helyzetben, a lelki fáradtságot alig tudja kipihenni. Hogyan lehetne? Eszembe jutott a nagyon jól ismert vers, mikor a lelkem roskadozva vittem. Ugye ismerjük ezt az érzést, hogy a lelkünket roskadozva visszük, összeroskadunk a lelkünk terhe alatt, jobb lenne kiszállni a buliból, ahogy mondanák ma a fiatalok, jobb lenne félreállni, mindannyian ismerhetjük ezt. Nem kell ahhoz betegnek, diagnosztizált betegnek lenni, hogy ezt az untságot, ezt a fáradtságot, ezt érezzük. És ezt a minden-mindegy élményt. És ekkor szólítja meg az angyal Illést alvásában, hogy keljen fel és egyék. Van egy történet az Új Szövetségben, amikor Jézus a halott kislány mellé lép oda, és mondja, hogy leányka, neked mondom, kelj fel. És utána megparancsolja a szüleinek, hogy adjanak neki enni. Mert tudja azt, hogy a test és a lélek fittsége szükséges a tovább lépéshez. Valahogy így van az angyal is, hogy föltámasztja Illést ebből az ideglenes halálból, az álomból. Föltámasztja Illést, és indítja tovább, de táplálja sült lángossal és vízzel. Mert erőn feletti út van előtte. Ezt a szófordulatot én nagyon sokszor forgatom a fejemben, hogy a mi életutunkban is sokszor vannak ilyen erőn feletti utak. Egy indulás, amikor el kell menni valakihez, akivel meg kéne békülni, az sokszor erőn feletti út. Nem is indulunk el rá. Sok esetben inkább otthon maradunk. Egy indulás, amikor mondjuk meg kéne látogatni egy nagyon rég látott szerettünket, aki esetleg beteg és elesett, és oda kéne lépni melléje. És nem tudunk elindulni, mert esetleg ott van a szívünkben a félelem, hogy milyen állapotba fogjuk őt találni, és félünk ettől a gondolattól is, hogy lássuk őt összetörten és elesetten. És erőnk feletti út lenne elindulni. Vannak olyan lelkész társaim, akik őszintén elmondják, hogy nekik minden temetésre indulás ilyen erőn feletti út. Én is egyre inkább ezt érzem, ahogy haladok előre a korral, és mentek el olyanok akár a gyülekezetből, akik nagyon közel álltak hozzám, hogy egyre fárasztóbb, nem fizikailag, nem szellemileg, hanem lelkileg odaállni egy ravatal mellé. És azt hiszem, hogy mindenkinek lehet ilyen. Egy tanárnak bemenni abba az osztályba, ahol mindig rendetlenség van, és mindig fegyelmezni kell a gyerekeket, az éppen ilyen erőn feletti út, mint annak elindulni a munkahelyre, aki ott csak gyűlölködést és eredménytelenséget tapasztal, és mindig kiszúrnak vele, az is egy erőn feletti út. Tehát az életünk az szinte folyamatosan tele van erőn feletti utakhoz. Olyan utak vannak előttünk, amelyek az erőnket nagyon-nagyon próbára teszik. És mi ezeket az utakat nagyon sok esetben a magunk erejéből akarjuk megfutni. És vajon van-e egy sóhajtásunk, van-e egy ilyen lelki kenyerünk, amelyet magunkhoz veszünk, hogy Urunk, adj erőt ahhoz, hogy oda tudjak állni mondjuk egy ravatal mellé, hogy el tudjak menni egy gyászolóhoz, vigasztalni őt, hogy meg tudjam látogatni a kórházban, vagy most a kórházban nem lehet látogatni, de az otthon fekvő nagyon súlyos beteget, akinek esetleg már igencsak
pisi szaga van az egész szobában, mert nincs, aki gondozza és tisztán tartsa, és erőn feletti utakhoz van-e nekünk lelki eleden? Sokszor talán olyan útjaink vannak, csak vagy olyan utakon indulunk el szívesebben, amelyeken úgy sodortatunk. Mondhatnám azt is, hogy mint a széles úton, ahol nagy a tömeg, és a széles úton könnyű a tömeggel haladni. De hát Jézus nem azt mondja, hogy a széles úton járjatok, hanem azt mondja, hogy a keskeny úton járjatok. A keskeny út az valahol erőnk feletti út, mert azon nem sodor a tömeg, ott a magunk lépéseit kell megtenni, és magunknak kell előre menni keskeny, kevesen járnak arra, és nem sodor a tömeg. Erőnk felett való út. Talán úgy is mondhatnánk más kifejezéssel, hogy szembe úszni az árral. De hát ugye jól tudjuk ezt a mondást, hogy a döglött hal az árral úszik. Az élő hal tud az árral szemben úszni. Ha mi keresztényeként életet nyertünk, ha mi eledelt kaptunk arra, hogy erőnk felett való úton járjunk, akkor el tudunk indulni árral szemben is. Vagy egy másik jézusi ige jutott eszembe, amikor azt mondja a követősére induló embereknek, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem alkalmas az Isten országára. Mert azon az úton való járás ez valami előre való figyelést jelent. Nem arra figyelek, ami a hátam mögött van, hanem ami előttem van. Még akkor is, hogyha azt nem látom. Hiszem azt, hogy ott a júdai pusztaságban, ahol az angyal fölébresztette Illést, nem látta ő a Hóreb hegyét. 40 nap és 40 éjjel ment. Tudjuk, hogy ezek jelképes számok, tehát nem biztos, hogy pont éppen számolta a naptárán, vagy a digitális óráján nézte, hogy hány napja megyem már a zarándokutamat, mint a modern zarándokok az El Caminót mérik, hogy hány nap alatt teszik meg a 800-valahány kilométert. Nem így ment, hanem ment úgy, hogy nem látta a célt, és egyszer csak ott volt a Hóreb hegyénél. Mert volt előtte mégis cél. Ő, aki terhet hordozott, megfáradt, megerősítést kapott. A Jelenések könyvében van egy nagyon izgalmas rész, amikor az Isten angyala azt írja a gyülekezetnek, egy pillanat múlva kikeresem, és inkább szó szerint olvasom föl ezt a részt a Bibliából. Ezt mondja az Efezusi angyalának írt meg, ezt mondja az, jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, áldozásodról, álhatatosságodról, arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a passzom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Véletlen talán, hogy ez az ige jutott eszembe, mert szinte elénk vázolja azt az utat, amit Illés is megtett, hogy küzdött a gonosszal szemben, lemészároltatta a bálpapokat, megmutatta azt, hogy az élő Isten az Úr, és mindent megtett azért, hogy a nép visszatér imádatásra, terhet már ő megfáradt, nem úgy, mint ahogy a Jelenések könyvének szerzője írja ebben a levélben, de valahol már nem volt meg benne az első szeretet. Az a láng, az a tűz, az odaadás, az a lélek, a szent lélek, amely az embert Isten ügyére elkötelezi. És valójában ezért választottam ezt az éneket, amelyben az énekszerző Solc Laci bácsi viszonylag idős korában írta ezt a énekszöveget. Így tudott vallani, csüggett, alélt vagyok, fáraszt a szó, bénultan ér napom, ha rossz, ha jó. És így imádkozik, hogy üzd el homályomat, hozd föl világomat.
mint ahogy Illés próféta talán átélte a reketje bokor alatt, amikor belehalapott a sült lángosba, vagy belekortyolt a vízbe, hogy fölhozta a reménység napját számára az angyal, és el lehet indulni egy új úton, egy olyan úton, ahol újra megbizonyosodik az Isten életében való jelenlétéről. És így megy el a Hórebig, a sínai félszigeten, a kijelentés hegyéig. Őt nem csak a teste vitte, és nem csak a szíve vitte, a szíve nem tudta volna vinni, mert a szíve erőtlen lett volna, hanem az angyal indította el, mondhatnám így is, hogy a lélek által kapott bátorítást, és avval az eledellel. És én azt hiszem, hogy az úrvacsora számunkra ilyen eledel. Említettem azt, hogy mindannyiunknak vannak erőn feletti útjai a hétköznapjainkban. Oda menni másokhoz, megbocsátani másoknak, újat kezdeni, és így tovább. Nem sorolom újra. De vajon tudunk-e arról, hogy ez az erőn feletti úthoz minket Krisztus